Köszöntöm Önöket, ez a Hírháttér a Városi Televízió műsorában. Mai vendégem Horváth Attila, az MKC elnöke. Sokat egyeztettük az időpontot, hogy mikor tudunk végre ilyen szinten a kézlabdáról beszélgetni, és pont úgy jött ki, hogy a bál után, és azt mondtad, hogy még ennek a fáradalmai még lehet, hogy rajta is látszanak, ezek szerint jó sikerült, jó a hangulat most. Igen, hát ez volt a harmadik MKC bál, a Szuruki Egyesülettel közösen szervezve, és ahogy a klub fejlődik, ugye a bál is fejlődik, mert azt hiszem, hogy 70-80 fő volt az első bál, aztán ilyen 120-130 fő a másikon, és most meg közel 200-an voltunk, úgyhogy nagyon sikerült valóban. Van bármilyen szakmaiság ezen az eseményen? Hát talán a mozgáskoordinációnak a gyakorlása, hiszen rengeteg tánc volt, úgyhogy szerintem nagyon sikerült, óriási buli volt, nekem óriási izomlázom van. Amikor tavaly beszélgettünk, akkor is valahogy így történt ebben ezen időszakban, és akkor azt mondtad, hogy ott volt egy ilyen sorsfordító az eseményekben, hogy elkezdett nyerni, győzni a csapat. Most viszont megint győzelmi szériában van a csapat, 2 mérkőzés ugye volt itt hazai környezetben, amit megnyertünk. Bár nem indult könnyedén az idei szezon, hogyan látod az eddigi dolgainkat? Hát biztos vagyok benne, hogy azért véletlenek nincsenek, tehát nyilván köthető különböző időpontokhoz egy-egy jó sorozat, de azért a legfontosabb ebben a munka, mellette meg a szerencse, ugye, hiszen ahogy tavaly is ősszel, most is ősszel azért sérülések sújtották a csapatot, meg ugye a sorsolás is itt ebben a mezőnyben nem mindegy, hogy alakul. Én azt gondolom, hogy amikor az NB1B-ből feljutottunk, akkor nagy volt az öröm, a szurkoknak, hogy újra első osztály csapat van Óváron, és az első évben, hogy mindenki megijedt, hogy na újoncként mi várható, hiszen az a gyakorlat volt, hogy az újonc csapatok általában kiesnek. Mi azt gondolom, hogy erőn felül teljesítve lettünk tizedikek, újoncként, ezt senki nem várta tőlünk, maga a szakma se, és talán magasra helyeztük a mércét. Mindenképpen szerettünk volna idén egy kicsit előrelépni, de azt gondolom, hogy ősszel megint ezek a külső körülmények nem ezt a dolgot erősítették. Azt gondolom, most kezdünk most már kényenesedni, talpán, és rá is nézve körülbelül ez a helyezés, ahol most vagyunk, ezt meg tudjuk tartani. Ez a 9. hely előrelépés is jelenthet, meg tényleg önbizalmat adhat a folytatáshoz, és ami be megint majd nyilván a jövő tekintve egy újabb kis előrelépés lehet. Ugye volt egy szakmai változás is, az felnőtt keretnél elment Hoffmann László. Mind okolt ezt a döntést, illetve hát hogyan fogadtátok ezt a hírt? Hát, hogy mind okolt, azt tőle kéne megkérdezni, mert ezt ő kérte. Tehát amikor tavaly a kérdésemre idejött a klubhoz, úgymond szaktanácsadóként elsősorban az első csapatnak a munkáját, illetve a Bognár Robi munkáját segítette, azt gondolom az a fél év az nagyon jó sikerült, óriásit lépett előre a klub. Aztán nyártól egy kicsit az ő kérésére bővítettük az ő feladatkörét, tehát az utánpótlást is kérte, hogy szakmigazgatóként felügyelje. Én azt gondolom, hogy őneki, mint elfoglalt üzletember, az idővel volt inkább problémája, tehát szerintem nem tudott aztán annyi időt erre rászánni, mint amit ő is akart volna, és ezért ő döntött úgy, hogy ott volt egy hónapos szünet, ugye a váltott szünet a világbajnokság miatt, tehát nagyon korrekt módon akkor jelezte, amikor utána közel másfél hónapig nem is volt bajnoki mérkőzés. Én azt gondolom, hogy megoldottuk ezt a helyzetet, átbeszéltük ezt a Robival és a csapattal, ezt a kialakult szituációt, és az eredmények azt mutatják, hogy sikerült is. Beszéljük egy mérkőzésről, az Alba elleni csatára akarok beszélni. Direkt mondom, hogy csata, mert nem tudom, hogy én láttam-e ennyire jó kézlabda meccset, mint amit az Alba ellen megnyert itt az MKC. Lehet ezt a szintet tartani? Hát ez a cél. Én azt gondolom, hogy ha egy csapat tud így küzdeni és így játszani, akkor utána mindig azt fájjuk el. Persze a sport ez nem így működik, hiszen ott van a pályán mindig egy ellenfél, és az ellenfél az kifoghat szintén ilyen jó napot, meg ugye a képességeket se felejtsük el, azért itt olyan klubokkal is harcolunk, akik azért a nemzetközi szinten is nagyon eredményesek. Ezt szeretnénk stabilizálni, ezt a teljesítményt. Én azt gondolom, hogy ez már idén is azzal, hogy bővült a játékos keretünk olyan szempontból, hogy a Szimi Szarkova és a Gyimesi Kitti most már 100%-osan ott tud lenni a csapatnál, és azok a kisebb sérültek is felépültek. Szerintem tudjuk ezt stabilizálni, és szeretnénk is. A kicsi célunk, hogy ezt a kis négyes versenyt, ami ott a
a 9-től 12. helyen ugye a 4 darab 9 pontos csapat van, ezt, hogy próbáljuk megnyerni, nem lesz könnyű egyébként, és ezen kívül pedig a Liga kupába szeretnénk hát minél tovább, lehetőleg a döntőig eljutni, és ott is ugye az első alkalomban két női Liga kupa szeretnénk maradandót alkotni. Beszéljünk először a bajnokságról, ugye Vác, illetve aztán hazai Békés Csaba elleni meccs van előttünk. Mondhatom, hogy a Békés Csaba elleni meccs lenne a fontosabb itt hazai környezetben, mert ha az meg lenne, akkor talán már hát ki lehetne jelenteni, hogy újra hogy jövőre sem NB1-esek leszünk. Ugye? Vagy jól számoltam? Vagy jó számoltál, igazából mi azt gondoljuk, hogy a hazai mérkőzések között van a Békés Csaba, a Dunaújváros város elleni hazai mérkőzés, ami a Szombathely. A Szombathely, tehát ezeket a riválisokat szeretnénk itthon legyőzni, és én azt gondolom a Szent Istvánt idegenbe, és mindig azt beszéltük a Robival is, meg ott a vezető kollégákkal, hogy azért egy olyan bravúr, nyilván mégis abban nyerni is bravúr volt, vagy egy Fehérvárt, vagy egy Dunaújváros itthon legyőzni bravúr, de az az igazi nagy csattanás, ami az tavaly nagyon sokszor közel voltunk, hiszen a Siófok ellen az utolsó másodpercben is esélyünk volt a döntetlenre, vagy éppen az Érd ellen. Tehát, hogy egy kicsit ott legyünk szerencsésebbek esetlegesen az ilyen meccseken, és akkor egy ilyen dörgedelmes bravúr is legyen a sorba. A játékos állománynak az átalakulásáról mondj néhány szót, tudom, hogy azért háttérben folynak már egyeztetések új játékosokkal, illetve mit gondolsz a jelenlegi állomány teljesítményéről? Kezdjük talán utóbbival. Jó. Én azt gondolom, hogy a szakmai igazgató rakta össze még nyáron ezt a csapatot. Biztos a szándék a legjobb volt tőle, de valahogy azt látom, és az már egyébként az előző bajnokságban is így volt, legyünk önkritikusak, hogy nagyon nehéz a bármilyen jónak tűnő és jó referenciával rendelkező külföldi játékost beépíteni ebbe a bomberős bajnokságba. Ez egyébként nem csak nálunk, akár az Audi Etonnál is probléma, hiszen mesélték pont ott az Etonnál, hogy akár ez a dán sztárjátékos Hansen is egy év volt, mire úgymond használható lett az ő szintjükön. Ez nálunk is azt gondolom, hogy hasonlóan nehezen megy. Sok minden kell ahhoz, hogy egy ilyen játékos itt beépüljön, ezért nem is célunk egyébként nekünk, nem lett fő célunk, hogy légiósokat igazoljunk. Vannak viszont olyan pozíciók, posztok, amit nem tudunk Magyarország magyar hazai játékosokkal megoldani, csak ott fogunk így lépni. Tehát én azt gondolom, hogy a légiósaink a Vártnál kevesebbet teljesítettek, mondjuk ki. Ugye a Laura Popa már haza is ment Romániába. Ugye, hogy ennek mi a háttere, ez mindig érdekes. Nála például lelki háttere volt, hiszen mint kiderült, az édesanyja súlyos beteg, és ez nem tudott itt lenni teljesen fejbe, ezért is kérte az átigazolását. A Karol Szóza, de Szóza kiderült, hogy egy laborvizsgálat során, hogy vashiányba szenved, ami az ő teljesítményét nagy befolyásolta, hiszen az orvos szerint még az is oda volt, hogy hát menni tud, tehát az is kellett egy-másfél hónap, mire kikezeltük ebből a betegségből, ez az orvos kikezelte. A Holesova eleve úgy érkezett ide, hogy én még nem is láttam ott a szlovák váltottnál, külső-belső bókaszalag szakadás lett, tehát az nagyon nehezen gyógyult fel neki. Én azt gondolom, hogy ezáltal maradt az, hogy igazából a régi keret, amelyből ugye meg sokan elmentek, hárult az a feladat, hogy újra maradandó nyújtsanak. Persze ebben már nagyobb szerepet jutott egy Hudák Emmának, vagy sikerült azért, hogy azért pozitívan is mondjuk az igazolásainkból egy Lance Barbit felfedeznünk, aki 17 és félesen már felnőtt váltott lesz, szlovák felnőtt váltott lett, és óriási tehetségén szerintem a maga a posztján nagy jövő előtt áll, és persze építettük még azokat a fiatalokat, akik már tavaly is keretben voltak, akár a Domokos Dalmát, akár a Szalai Zsuzsit, mondom, hogy akár a Kelemann Dórit, aki szintén ott. És új érkezőkről mondhatsz neveket, vagy vannak konkrétumok? Én azt gondolom, hogy mivel a bajnokság kellős közepén tartunk, annyit mondhatnék inkább el konkrétan, és ezzel nem szeretném valóban a fejket sem megzavarni, hogy biztos, hogy tehát az igazolás és az erősítés közti különbséget most már tudjuk. Igazolni egy dolog, erősíteni pedig egy másik dolog, hogy az igazolás tényleg erősítse és jelentsen. Én azt gondolom, hogy az értékeinket megtartva
a pályán és a pályán kívül is szeretnénk változtatni, és az előrelépés szándékával. Tehát én azt gondolom, hogy az új bajnokságtól pályán és pályán kívül is lesznek változások a klubnál. Még egyszer mondom, az értékeinket most biztos, hogy meg fogjuk tartani, és ez a változás inkább arról szól, hogy tovább erősítsük a csapatot. Én azt gondolom, hogy soha többé nem kell, most már a következő szezonban biztos, hogy nem kell hátrafele nézegetni az MKC-nek, remélem, hogy olyan csapat lesz, amely inkább a hatodik fele nézeget, mint sem a 13.-14. hely fele, tehát valahol egy középmezőny, de annak is inkább egy kicsit az első része. Négy új játékossal már alá is írtuk a szerződést. Mind a négy játékos magyar játékos, és azt gondolom, hogy váltott szintű játékos, hiszen a váltott keretnek a tagjai. Tőlük azt gondolom, hogy sokat váratunk, és még várható egy-két poszton változás. Beszéljünk még a Ligakupáról, ugye ez az a rendszer, amit először írt ki a Magyar Kézilabda Szövetség, és ahol csak magyar játékosok, tehát magyar állampolgárságú játékosok szerepelhetnek. És hát ne legyünk álszerények, papírforma szerint a Moson Magyaróvár az egyik legesélyesebb csapat. Ez szép, tehát akár még történelmi siker is lehetne, hogyha azt az elsőre meg tudnánk nyerni. Te miként gondolkodsz a Ligakupáról? Hát én azt tudom mondani, hogy a szövetségben, a liga értekezleteken az egyik szószólója voltam annak, hogy indítsák el a nőknél is a Ligakupát. Férfiaknál évek óta működik, jól működik. Ennek fő oka az, hogy ugye a női mezőnynek azért a nagy része, ha azt veszem, az első 6000 csapat nemzetközi kupát játszik, tehát ők azért elég sűrűn el vannak látva mérkőzésekkel. Viszont a mezőny többi tagja a bajnoki mérkőzések mellett ugye egy-két magyar kupa találkozóra számíthat. Kevésnek éreztem azt a megmérettetést, amely vár egy-egy női csapatra. És valójában két éve szorgalmazom, és most úgy döntött a szövetség, hogy elindul ez a Ligakupa. Igaz, hogy most még az NB1-B-s csapatokat bevonva, és az NB1-eseknek úgymond szabadon választva lehetett nevezni, szerintem ez a jövőben azért változni fog, és többen fognak benevezni, vagy éppen kötelezően, vagy önkéntesen. Ezzel színesítettük a palettát. Én azt gondolom, hogy egy NB1-es csapat elmegy egy NB1-B-s csapathoz, ez egyrészt egy presztízs dolog, azért lesz jó mérkőzés, hangulatos mérkőzés. Másrészt meg én azt gondolom, ott a vége fele már olyan színvonalú mérkőzések is lesznek, és bízom benne, hogy a döntőig eljutunk, ott meg fantasztikus hangulat, és valóban, ahogy mondtad, egy sporttörténelmi siker lenne, de azért nem úgy fogjuk megnyerni, hogy nem figyelünk oda. Tehát nagyon oda kell figyelni, oda visszavágós mérkőzések vannak, hiszen az NB1-B-s élcsapatok azért otthon nagyon veszélyesek, és amit említettél, nálunk pedig ugye a külföldi légiósok nem játszhatnak, éppen ott meg vagyunk keretileg, tehát hogyha nem zavar bennünket sérülés, akkor azért tényleg azt mondom, hogy nagy szanszunk van ahhoz, hogy döntőt játszunk és megnyerjük ezt a kupát. És ugye a közönség is szeret itt az UEFA Marinában. Még egy dolog, itt elejtettél egy olyan mondatot, hogy azt szeretnéd, hogy inkább a hatodik hely környékét venni célba, semmint visszatekinteni. Ugye a hatodik hely az már egy ilyen EHF kupás szereplést is érhet. Tehát látsz magadat egy olyan Moson Magyaróvárt, aki eljuthat ilyen szintre? Igen. Én azt gondolom, hogy az az építkezés, amit elkezdtünk, és ugye a harmadik éve, ez pályán és pályán kívül, akár itt gondolok az elnökség összetételére, a támogatók összetételére, az infrastruktúrális fejlődésre, ugyanúgy az utánpótlásban végzett munkára, nyilván a kirakat csapatnak a fejlődése. Most történtek olyan dolgok az ember, amiből tanul, a lehetőségek, azt gondolom, hogy talán ez az első év, hogy nem kell a múlt miatt visszatekingetnünk, akár itt az anyagi teher, ami ezen a klubban volt. Talán egy kicsit bátrabban tudunk tervezni, és most léphetünk úgy egy szintet. Nem biztos, hogy ez egy év alatt, a következő egy évben sikerülni fog, de azt gondolom, hogy egy-két-három éven belül valójában az ellenfelektől is sok függ. Tehát, hogy az ellenfelek közül el tudjuk mondani, hogy kik azok, akik biztos, hogy ott van mondjuk az első 3-4 helyen, de azért az élet írhat át forgatókönyveket. Látjuk, hogy mi történt Dunaújvárosban,
halljuk a híreket különböző kluboktól, tehát egy-egy változás az önkormányzatnál, egy-egy szponzor kilépése átírhat dolgokat, és én ezért mondtam azt, ha mi ezt a tudatos építkezést folytatjuk, tehát azt a több lábon állást, akkor ez lehet igazából az a jövő, hogy mi folyamatosan stabilak leszünk, és ebben a stabilitásból egy olyan keret, egy olyan szakmai stáb elkezd dolgozni, akkor abból valóban kisülhetnek jó dolgok. Tehát nem azt mondom, hogy mi ebben a mezőnyben biztosan hatodikak leszünk, de abban biztos vagyok, hogy közelebb leszünk ez a helyhez, mondjuk a látod is említett veszélyes zónához. És te magad élvezed a feladatkörödet, amit csinálsz? Tehát ugyanolyan lelkesen jössz még Mosonmagyaróvárra, mint egy évvel ezelőtt? Hát én olyan vagyok, hogyha én ezt nem élvezném, akkor nem csinálnám. Tehát igazából mindig vannak újabb és újabb kívások. Nem mondom, hogy az elmúlt közel három évben nem fordult meg a fejembe, hogy ugyan már miért, de most már azt gondolom, hogy túl vagyunk pont azon a nehézségeken. Ami azért nagyon sok munkát, meg sok energiát elvitt. Nyilván Győrben élve is, ott is az ember azért elég színes sportvilág van, kap visszajelzéseket, hogy ők onnét hogy látják ezt a mosonmári történetet, vagy esetleg egy-egy országos visszajelzés, ha ez a háttér az önkormányzattal, és itt kiemelném a Márvai István polgármester urat, de kiemetném a dr. Nagy Istvánt, aki a térség országgyűlési képviselő miniszter úr, vagy kiemetném azokat a támogatókat. A Madersonnal azért, ugye, mint név szponzor, de most már több olyan helyi céget is sikerült bevonni ide a munkába. Ha ez a stabilitásunk megmarad, én azt gondolom az anyagi részről, akkor most már ezzel a tapasztalattal, ezzel a szakmai háttérrel valójában megtörténhet az, hogy bátrabban tudunk tervezni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és tudtunk együtt beszélgetni a fél év kapcsán. Horváthy Attila, az MKC elnöke volt a mai vendégünk. Köszönöm, hogy bennünket választottak. Kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!